A nagymúltú klub mindent megtesz azért, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatát a lakosokkal. Nem csak a felnőttekkel, az autóvezetőkkel, hanem már a gyerekekkel is, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a kultúrát, biztonságos közlekedést. Kicsit bővítettük a tavalyihoz képest a programot, egyébként tavaly volt az első ilyen nyílt napunk itt, ebből hagyományt kívánunk teremteni. Most bővítettük az Oldtimer szekciónak a jelenlétével, és a gyerekeknek szerveztünk külön programokat, akadályverseny és különböző bemutatókat. De hála Istennek megjelentek itt a véradás szervezés munkatársai is, úgyhogy véradókat is toborzunk egyúttal, amire ma nagy szükség van az egészségügyben, hiszen tudjuk, hogy nyár végén, nyár közepén megcsappan a véradóknak a száma, és ez nagy segítség lehet az egészségügynek is. Ezen kívül bemutatjuk a teljes vertikumát a Magyar Autóklubnak. Ugye itt, ahol most vagyunk, ez Újpestnek a gyöngyszeme, ez a szolgáltató központ, így gyakorlatilag minden olyan szakág megjelenik, bemutatkozik a társszervekkel együtt, akik segítik az autósokat a mindennapjaikban. Így a baleset megelőzési program, a bűn megelőzési program is szerepel a palettán, de itt a műszaki állomás, ahol lehet fényszoróállítás, műszaki átvizsgálást ingyenesen végeztetni a itt járóknak. Azon kívül van elsősegély bemutató, tehát újraélesztési bemutató, ez a mentőknek a közreműködésével. És hát a Travel szolgáltatásunk is bemutatja, hogy milyen hazai és külföldi utakat szervez ma az autóklub. És hát sorolhatnám az összes szakágat, amelyik a Magyar Autóklubot képviseli most már, immár 117 éve Magyarországon. Különös figyelmet fordítanak a gyerekekre, hiszen nem elég korán lehet elkezdeni a baleset megelőzést, de évközben is folynak tanfolyamok. Hogyne, hát ez egyik alaptevékenységünk az ifjúságnak az oktatása, különösen a baleset megelőzési programunk. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy megépült az átalakított, korszerűsített vezetéstechnikai pályánk, ahol most lehet például gyakorolni a csúszós úton való közlekedést és egyebeket. A gyerekeknek pedig hát azon kívül, hogy elméleti oktatást szervezünk, itt komoly gyakorlati képzés is zajlik. Egészen a B-kategóriás járművezetői tanfolyamig. Ez nagyon fontos az ifjúság számára. Mi a tapasztalata, hogy mennyire nyitottak a lakosok, a felnőtt lakosság és a gyerekek erre a nyílt napra? Akik megismerik a Magyar Autóklubnak a programját, azok szívesen jönnek, akár ifjúsági tagként. Mi vezettük be egyébként itt Budapesten elsőként a Magyar Autóklub ifjúsági tagozatának a klubba való megjelenítését. De hát sajnos keveset tudnak a klubról Magyarországon az emberek. Nagyon sokan tőlem is megkérdezik, hogy hát most akkor mit is csinál a Magyar Autóklub? És amikor elkezdem sorolni, hogy mi mindennel foglalkozunk, hát akkor rájönnek, hogy hát ez egy nagyon komoly szervezet. Sajnos itt bennünk is van felelősség, hogy talán nem eléggé széles körben terjesszük a klub iránti ismereteket, tehát sokkal több embernek kellene megismerni a klubnak a tevékenységét, és akkor nyilván sokkal több tagunk lenne, bár így is meg kell jegyeznem, hogy a civil szervezetek körében a Magyar Autóklub az eléggé előkelő helyet foglal el a rangsorban, hiszen közel 90 ezer autóklub tagja van ennek a civil szervezetnek, de hát volt, amik ebben az országban közel az 1 millióhoz rendelkeztünk tagságot, de ez egy más korszak volt. A baleset megelőzési tevékenységet nézzük, és egy kicsit kiebb tekintünk az országból, hiszen az autóklubnak nemzetközi kapcsolata is vannak. Hol tartunk most? Nagyon nehéz válaszolni, mert az emberben rögtön fölrémlenek azok a naponta látott képek, amelyek megjelennek a televíziós csatornákon közlekedési baleseteket illetően. A magyar közlekedési kultúra az sajnos még nincs a világ színvonalban, de még talán európai színvonalban sem. Ahhoz, hogy mi baleset megelőzésről beszéljünk, elsőként a közlekedési kultúránkon kell javítani. A közlekedési szabályoknak az ismerete, ez is nagyon sok helyütt hiányos, de ismerve ezeket a baleseteket, mint mentőorvos is, el kell mondjam, hogy nagyon sok esetben az a helyzet, hogy
ismerik a szabályokat, tudják, hogy hogyan kellene közlekedni, aztán mégsem úgy közlekednek. Ez megint csak a közlekedés kultúrának a része. Tehát rájöttünk már arra, hogy itt büntetésekkel, szankciókkal igazán nagy eredményeket nem lehet elérni. De az, hogy nap mint nap felfrissítjük az ismereteinket, betartjuk a közlekedési szabályokat, ha ne adj Isten módosítások történnek valahol, akkor idejekorán kellő propagandával ezt megismertetjük a közlekedőkkel, és hát tiszteletbe kell tartani az összes közlekedési partnert egymásnak. Tehát, hogyha egy kerékpáros, egy motoros, egy gépjárművezető vagy egy gyalogos közlekedik, igenis tisztelni kell egymást is, meg a másik közlekedő felet is. Tehát akkor van még mit tanítani? Nagyon sok minden van, és ezért tartjuk rendkívül fontosnak, hogy elsősorban a fiatalokra koncentráljunk, akik bele kell plántálni, bele kell nevelni ezekbe a gyerekekbe a közlekedési kultúrát és a szabályos közlekedési ismereteket. Az Autóklub idén a nyílt nap programjai közé a képzőművészetet is becsempészte egy kisebb házitárlat formájában. Nagyon szeretek vezetni, autót vezetni, motort vezetni, és bármit, aminek olajszaga van és benzinszaga. A sebesség, a lendület, a mozgás, amit szerintem képileg nagyon jól meg lehet fogni, hogyha elmélyül benne az ember. Igaz, hogy én ezt most még csak tanulgatom, hogy hogyan lehet ezeket megjeleníteni, ezek még ilyen szánypróbálgatások, de a mozgás, a lendület az, ami igazán előremutató. A Magyar Autóklubnak oldtimer szekciója is van, melynek tagjai elhozták a nyílt napra gyönyörű kedvenceiket. Az újpesti városnapok egyik különleges eseménye volt, amikor a veterán autók végigvonultak az utcákon. Veteránosnak születni kell, vagy úgy jön? Mindenképpen van az ember vérében valami, tehát valamelyik gén állomány tartalmaz ezt a dolgot, de hogy az egyik barátom szokta ezt fogalmazni, hogy egy férfi embernek, amikor ül az édesapja mögött a hátsó ülésen, és ez a jármű úgy beleég, úgy akár nekem például egy 1002-es Lada a műbőrülés húzatával, akkor ez ráerősít erre a génállományra, és onnantól kezdve ebből a fertőzöttségből nagyon nehéz kijönni. Autókkal, motorokkal is foglalkozol, melyik áll közelebb a szívedhez? Hú, nehéz ezt megfogalmazni, most olyat kérdeztél tőlem, hogy a vörösbort vagy a fehérbort szeretjük jobban. Nagyon nehéz erre válaszolni. Nyári időszakban a motorok felé húz a szívem, aztán amikor beköszöntenek az őszi időszakok, akkor inkább egy zárt személygépkocsival tudnám elképzelni azt a gurulást, amit most is csinálunk. Mi a nehezebb egy veterán autó felújításában, megszerezni egy gépet, vagy pedig dolgozni rajta? Az attól függ, hogy mibe szeretünk bele. Hogyha egy nagyon különleges, ritka típusba szeretsz bele, és annak nagyon nagy keresleti piaca van, tehát nem kínálati, akkor azt nagyon nehéz megszerezni. De az igazi kitartás akkor kell, amikor az ember valamilyen, direkt így fogalmazok, valamilyen állapotban megfelel egy járművet, és ebből szeretne egy vágyainak, az ideál képének megfelelő járművet alkotni, akkor ez a megfelelő alkatrészeket, megfelelő mesterembereket, megfelelő karbantartókat, bőrészt, nyerekkészítőt, olyan lakatost, olyan fényezőt, ne adj Isten váltószerelőt találni, akinek a munkába tényleg megbízik, az egy igen komoly kívás. És ezzel még nem ér véget az életútja, mert ezek a járművek nagyon nagy törődést igényelnek. Tehát ők nem csak olyan, hogy kész van egyszer, és utána élvezi az ember, hanem ők folyamatos kis kezelést. A megfelelő üzemanyag, megfelelő kenőanyag, nyilvánvalóan ezek 30 év felettiek, ezek a járművek. Többször fordulhat az elő, hogy valamilyen pici alkatrész megadja magát, egy műanyag alkatrész megért, valami gumi alkatrész ki kell cserélni, tehát őket folyamatosan szeretni kell. Ezért is van az, hogy azt, amelyik járművet letámasztják, az nagyon szép, csak egy idő után ő is olyan, mint a lakatlan ház, hogy egy idő után elkezd tönkre menni. Ezek a gumi alkatrészek, főleg, hogyha nem jól helyen tartják, tehát napfénytől nem védve, nem száraz helyen, akkor sajnos elindulnak ezek a bomlási folyamatok. Tehát ez egy úgy kell mondanom, hogy egy örök szerelem, ez olyan, mint amikor az ember megszeret egy hölgyet, akkor nem csak az esküvőig kell elkísérni, és utána már úgyis az enyém, hanem ezt a kapcsolatot szépen ápolni kell egészen a sírig, hogy így fogalmazzak. És mit szól a hölgy egy ilyen hobbihoz? Nem könnyű. Éppen egy hónapja tartottuk egy Szent Kristóf érdemkereszt átadást, amit az Autóklub Oldtimer szekciója alapított az ilyen megszállottaknak, akik ezekkel a restaurálásokkal, felújításokkal foglalkoznak, és ott mind a három úriember, aki ezt megkapta, az első köszönő szavét a családja felé küldte, mégpedig azért, hogy megköszönje azt a türelmet, amihez jár. Én egy nagyon érdekes sztorival találkoztam egyszer, a Maróti József barátom, aki
ilyen retenános berkekben nagyon jól ismerti a magyar motorkerékpároknak a szinte legnagyobb szakértője, könyvkiadója, gyűjtője, múzeumot visz, és a felesége azt mondta egyszer neki, hogy addig hozhat ide motorkerékpárt, ameddig ott a padlást is bele tudja tenni, és egyszer mondta a felesége, hogy nem az volt a gond, hogy ő nem gondolta, hogy két motorkerékpár közé még egy motort be lehet tenni, hanem azt nem tudta elképzelni, hogy föl a szekrény tetejére, illetve a plafonról belógatva is lehet motort tárolni. Ez még hagyján, de a férje megtette azt, hogy egyszer, hogy egy Valentin napon egy úgynevezett szívtankos cseppellel jelent meg, hogy kifejezze szeretetét. Tehát én úgy gondolom, hogy a családi minden elismerés, hogy eltűrik ezeket a dolgainkat. Ez itt egy nagyobb család, ez az Oldtimer szekció. Milyen a közösség? Nagyon jó közösség van, többféle tagsági formát találtunk éppen azért, mert szeretnénk nem csak személyre szabottan, hanem kicsit nyitottan kezelni ezt a dolgot. Kluboknak, szervezeteknek, baráti társaságoknak Oldtimer Team tagságot találtunk ki. Ez kimondottan arról szól a dolog, hogy őket segítsük jogi, hatósági, marketing területen. Ez egy csoportnak szól. Van az Oldtimer tagság, ami kimondottan csak Oldtimer járművekkel rendelkező ügyfeleknek, hogyha az út mentén meghibásodik, akkor az újraindításban, esetleg szervize eljuttatásban működünk közre, illetve van az úgynevezett prémium tagság, talán ez a legteljesebb körű. Ezt azért találtuk ki, mert vannak olyan, szinte minden tagunk olyan, hogy az Oldtimer járműve mellett van egy olyan jármű, amit a közúton használ, tehát az új és a régi járműre kínáljuk együtt a tagságot. Nagyon jó kis csapatok jönnek össze, itt is látszik talán mögöttünk, tehát amikor egy ilyen jamborit rendezünk, vagy Gyöngyösön, vagy Pécsen, most legutóbb a Balatonnál voltunk lenne, akkor mindig egy 20-30 fős flottából álló kis csapat összeverbúválódik, és jól érezzük magunkat, gurulunk egyet, összemérjük ügyességben az erőnket, megnézzük egymás járművét, körbecsodáljuk, kritizáljuk egy kicsit, dicsérjük egy kicsit, úgyhogy ez egy nagyon jó kis közösség. Gondolom azért mindennapi közlekedésben nem igen vesznek részt, mert azért, hogyha egy ilyen elkészült autót valaki lekoccol, az nem hiszem, hogy egy felhőtlen éjszakát okoz. Erre azt szoktam megfogalmazni, egy nagyon jó történetet tudok mondani, egy 1934-es, azt hiszem 327-es BMW gurult be egy muzeális minősítésre. Egy rendkívül elegáns úriember, egy még elegánsabb hölgyel kalapban, ez egy nyitott kabrió. Bejöttek, leminősítették a járművet, és indultak vele tovább, gurultak az úton, és megkérdeztem tőlük, hogy nem féltik ezt a járművet, és azt mondták, hogy ez egy autó. Ennek ez az élete, hogy guruljon az úton. Féltjük, de egy jármű attól jármű, hogy szaga van, recsen, olajat köp ki magából, az üzemanyagot ellenőrizni kell, ennek ez az élete. Tehát egy jármű, ha áll, az még attól nem jármű, az egy műtárgy. Attól jármű, hogy gurulunk fele az úton, és élvezzük ennek a gurulásnak minden kis pillanatát.